mikor realizálódott benned egyébként először itt a szezon során, hogy, hogy azért ezzel a teljesítménnyel akár még itt a válogatott szűrőjén is fel lehet akadni? Hát igazából Rossi nyilatkozatánál, a kapitány úr nyilatkozatánál már éreztem, hogy akkor fog nekem esélyt adni. Nagyon hálás vagyok és nagyon örülök ennek. Igazából folyamatosan próbáltam ki egyensúlyozott teljesítményt nyújtani, de már többször elmondtam, hogy a válogatotthoz nem elég úgymond egy jobb éved legyen, tehát ez egy kiegyensúlyozottabb teljesítménynek kell lennie. Évek óta azért olyan játékosok vannak ott, akik azért megmutatják, hogy mit tudnak nemzetközi porondon, úgyhogy örülök, hogy akkor bizalmat szavaztak rám, vagy nekem. Megpróbálok élni vele, és nagyon izgatott vagyok. Most már innentől akkor egy cél van bekerülni az EB keretbe? Hát még van egy mérkőzés Kisvárdán, azt szeretnénk azért megnyerni, még ha nincs is tétje. Utána pedig készülök a válogatottra, igazából ez az első alkalom, úgyhogy nagyon, nagyon izgatott vagyok. Az edzésekre fogok először fókuszálni, az EB keret az eddig még úgy természetes álmaiban megfordult a fejembe, de azt gondolom, hogy azért az már egy nagyon nehéz dolog lenne, de természetesen az a cél. Ha jól tudom, neked ott júniusban egyéb elfoglaltságod is lehet, ugye édesapa leszel, és valamikor az EB idejére van kiírva a feleséged, ezen meg gondolkoztál-e, hogy akkor ezt hogy lehet majd összeegyeztetni, ha bekerülsz az EB keretbe, vagy ezzel mit lehet kezdeni? Gondolkoztam természetesen, hogy a júniusban van, várok a kisbabát, sűrű lenne a program, hogyha esetleg oda kerülne a dolog, hogy esetleg EB keretbe bekerülhetek, de azt gondolom, hogy ez a legnagyobb problémám. Két nagyon pozitív életem egyik legmeghatározóbb történése fog történni abban az időszakban, az apaság, illetve a válogatott. Most próbálok koncentrálni a két hetes edzőtáborra, edzésekre, ott bizonyítani, és utána szépen fokozatosan felkészülni esetleg, hogyha oda lehet kerülni, illetve az apaságra. Milyen volt egyébként kisrácnak, és most itt nem csak a futballra gondolok, hanem hogy jó gyerek, rossz tanuló, jó tanuló, milyen volt a kisháján? Jó tanuló voltam, nem voltam egy bátor gyerek, igazából egy ilyen kis visszahúzódó srác voltam, most azért már öltözőbe többet beszélünk, meg többet hülyéskedünk, ha lehet így mondani, de általános iskolában is igazából sokat beszéltem, de visszahúzódó voltam, csak így a barátaim körében voltam. Nagyobb dumás, ha lehet ilyet mondani. Milyen típusú csatárnak tartod magad egyébként? Hogy írnád le magad? Hát nem az az erős csatár, az biztos. Próbálok sokat elmozogni. Nem a fizikális erősségem a legnagyobb, de úgy gondolom, hogy azért párharcokba is belemegyek, meg próbálok fejlődni ebben is. Van még hova, de inkább az elmozgó, igazából beindulós csatár vagyok, azt is próbálom erősíteni, és akkor szerintem még tudok fejlődni, és remélem. De Dániel, ő például mennyire lát el téged tanácsokkal? Szokott mindig, sokszor heccel is ugye, hogy próbál velem futballistát faragni, de most így, hogy visszakerült a hátsó szekcióba, így is próbált tanácsokat, de nyilván most már más feladatai vannak. Amikor még egymás mellett játszottunk, akkor mondta, hogy mit, hogyan csinálják, vagy szerinte hogyan kellene, úgyhogy mindig ellátott tanácsokkal. Mennyire voltatok szomorúak hétfőn, amikor ugye megnyerte az Újpest a kupadöntőt, és ezzel eldőlt, hogy ti nem mehettek a nemzetközi porondra? Hát szerintem mindenki nagyon szurkolt otthonról, én is így voltam vele. Hát én örültem volna, azt gondolom, hogy jó lett volna megkoronázni ezt a szezont, de ez is egy jelzésérték volt, hogy minden sajnos nem jöhet össze, nem a mi kezünkben volt a sorsunk, úgyhogy tovább kell lépni, és júniustól újra bele kell csapni. Pakson, csak mert lehetett itt olvasni lengyel, török, német klubokról, nem tudom, hogy ezek mennyire valóságosak, mennyire gondolkozol egyáltalán a váltáson, tudunk-e valamit a jövődről? Hát igazából sok megkeresés volt, konkrétum még nem volt, hogyha lesz, akkor azt úgyis ki fog derülni, most jelenleg még nincs, szeretnék erre az utolsó mérkőzésre koncentrálni, meg a válogatottban bizonyítani, és akkor utána, hogyha az jól sikerült, akkor el lehet gondolkozni, hogy előrelépés szempontjából hova lehet menni. Egyébként másik magyar klubban el tudod magad képzelni? Hát ezt már sokszor kérdezték, ugye azt gondolom, hogy a Fradi Vidi Felcsút, aki talán a körülmények, meg talán egy szinttel komolyat képviselnek, ezek közé inkább azt gondolom, hogy a Fradi, aki ugye már BL-be is bizonyított Európa Ligába,
Tehát ők, akik talán előrelépés lehet, én azt gondolom, hogy a Paksa negyedik lett, meg ugye most tudtunk nyerni a Felcsút ellen is, de nem szívesen mennék Magyarországon másik klubra, nyilván nem mondom, hogy soha, de most egy hasonló csapatba, vagy talán még lehet, hogy gyengébbe is, ha lehet ilyet mondani, nem mennék el szimplán az anyagiakat nézni, úgyhogy inkább külföldön próbálnám meg, hogy mire vagyok képes, hogy vagyok egyáltalán többre képes, és akkor igazából emiatt nem, meg hát Paksra nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem, szerettem itt lenni. Azt szeretném, hogy a klub is jól járjon velem. Egyébként, ha oda jutnál, melyik válogatott elleni meccset várnád a legjobban, ugye ez a komoly csoport? Hát teljesen mindegy. Azt gondolom, hogy három olyan csapat ellen is játszunk, akik tehát világsztárok vannak köztük, úgyhogy hát erre még egyáltalán nem gondoltam bele, hogyha itt teljesen őszinte szeretnék lenni, mert hát egy percet kapni bármelyik mérkőzésen már egy olyan dolog lenne, hogy soha nem gondoltam volna, nem is akarok ennyire előre menni, most még tényleg erre az edzőtáborra szeretnék koncentrálni. De mit gondolsz, erről beszélgettünk idefele, hogy például Szalai Ádám, lehet tudnád magad képzelni egyszer a pályán, hogy ő erőcsatárként mondjuk elviszi a védőket, vagy lekészíti neked a labdákat? Hát természetesen, de azért tényleg ott most egy kicsit furcsán is fog hangzni, de tényleg ott azért egy olyan szintű játékosok vannak, akik eddig a tévéből néztem, meg szurkoltam nekik márciusban, tehát azért Szalai Ádám is épp 10 éve Németországban, a Bundesliga első osztályban van. Én meg nekem van egy jobb szezonom itt Pakson, úgyhogy a realitás talaján kell maradni. Nagyon örülnék neki, nagyon boldog lennék, de ha már csak edzésen is ugye tudok bizonyítani, az is már egy nagy dolog. Szeretném folyamatosan a lépcsőfokokat úgymond venni, és akkor utána ezeken lehet álmodozni, meg gondolkodni. És hogyha kivisznek az EB-re, és közben apa is lesz elé, tehát kivisznek, hát ugye két meccs itt lesz Budapesten, akkor te leszel a világ legboldogabb embere? Hát már most is az vagyok, mert erről egy éve is nagyon boldog ember voltam, most egy évre rá még annál is boldogabb ember vagyok, nem tudom, hogy ezt lehet-e fokozni, szeretném ezt kiélvezni, szeretném ugyanúgy csinálni a dolgaimat, de tudom, hogy nem minden nap lehet ugye ennyire rózsás, vagyis hát mindig lesznek nehézségek, azokat majd minél jobban szeretnék megbirkózni velük, tehát akkor tényleg nagyon-nagyon boldog ember leszek, de már most is iszonyatosan az vagyok.